Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik. A 20. fejezetből a 27-től a 40. versig. Ez így hangzik. Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes meghajta nekünk, ha valakinek meghal a testvére és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vele vegye el az özvegyet, és támaszon utódó testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a 7-nek felesége volt. Tulajdonképpen ez a kérdés, amit Jézusnak föltesznek, elég rafináltnak tűnik. Jézus korában 2 meghatározó csoport tartotta irányítás alatt a népet. A farizeusok, ők voltak a buzgók, az írástudók és a törvény magyarázók csoportját alkották. A szadduceusok, akik itt a kérdést fölteszik, Szádok főpap utódai, a papi osztályhoz tartoztak. A farizeusok hittek a föltámadásban, a szadduceusok pedig nem hittek benne. Tehát Jézus korában ez a fontos tény nem volt teljesen letisztázva. A szadduceusok Mózes törvényére hivatkoznak, a sógor házasságra vonatkozóan. Jézus válaszában a szadduceusok tulajdonképpen az ő hitüket Jézus teljes mértékben megingatja, mert ők úgy gondolják, hogy az eljövendő élet ennek az életnek a folytatása lesz. Tehát ezért az emberi szaporodásra van szükség, hogy ki ne pusztuljon, hiszen akkor hogyan kapja meg majd az életnek a teljességét itt a Földön. És ezért kell itt a Földön minél jobban élni is, mert ennek a folytatása lesz ugyanitt. Jézus a Tóra egy másik helyéről idéz. Mivel Isten az élők Istene, úgy tartotta meg az életnek a halott Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, hogy feltámasztotta őket. Mert az Isten számára mindenki él. A farizeusok, az írástudók elégedettek tulajdonképpen Jézusnak a válaszával. Jézus később a föltámadásról szóló tanítást a saját feltámadásával teszi teljessé és egyértelművé. Tulajdonképpen ilyen tiszta tanítás az örök életről, a jövőnkről csak Jézusnál van. Tehát nyugodtak lehetünk, mert a mi számunkra is van föltámadás. Köszönöm a figyelmet!